A gyermek áldás mottóval kampányt indított a Mi Hazánk mozgalom, mely az apaság jelentősége után az anyaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Novák Előd, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke és országgyűlési képviselője indította útjára a missziót, melyhez egy éves jövedelmét ajánlotta fel. A februári program jelmondata, a nők legnagyobb dicsősége, az anyaság. Azt gondoljuk, hogy minden gyermek egy közkincs, így állami felelősség is van azzal kapcsolatban, hogyha egy gyermek megszületik, akkor az állam azt fokozottabb mértékben támogassa. Sajnos Novák Katalin lemondásával is viszont azt látjuk, hogy háttérbe szorul a családpolitika, már az idei költségvetésben is kevesebb összeget szánnak családtámogatásokra. Novák Előd hozzátette, ahhoz, hogy itthon boldoguljanak a magyar családok és gyermeket merjenek vállalni, az államnak kiszámítható családtámogatásokat kellene folytatni. Árgyalán János, a Mi Hazánk mozgalom Fehérvár megyei elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a családok számára a gyermekvállalás nem csak azért fontos, mert a család egysége a gyermekvállalással együtt alkot egy egészet, hanem nemzetgazdasági szempontból is rendkívüli jelentőséggel bír. Rendkívül fontos, hogy szülessen meg a következő generáció, szülessen annyi gyerek, akik majd dolgozó korba lépve el tudja tartani abban az időszakban nyugdíjba vonuló idősebbeket, illetve a társadalom biztosítás egyensúlya ne boruljon fel. A kampány folytatásaként a Mi Hazánk mozgalom és az Anyaország Alapítvány további tervei között szerepel, hogy létrehozzanak egy olyan anyaotthont, amely elsősorban a válsághelyzetbe került kisgyermekes édesanyáknak vagy várandós hölgyeknek biztosítana átmeneti segítséget.